A választást megelőző 50. napon kezdődik a hivatalos kampány. Ez az időpont 2018-ban február 17-e, azaz múlt hét szombat volt. A jogszabály szerint ez azt jelenti, hogy minden tevékenység kampányolásnak számít, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására. Ilyen eszköz lehet például egy plakát vagy egy politikai hirdetés. Fontos szabályok vonatkoznak a plakát elhelyezésre is. Nem fedheti más jelölt vagy párt plakátját, károkozás nélkül eltávolítható kell, hogy legyen, valamint a választást követő 30 napon belül kötelező eltávolítani azokat a közterületekről. Április 8-án a választópolgárok két szavazattal rendelkeznek. Egyrészt voksolhatnak az egyéni választókerületük képviselőiről, másrészt az országos pártlistáról kiválaszthatják, hogy melyik pártot támogatják. Egyéni választókerületben az a független vagy pártjelölt indulhat, aki legalább 500 választópolgár támogató aláírását összegyűjti március 5-éig. Ezeket február 19-től hétfőtől gyűjthetik. Országos szinten is az elsők között Tilki Attila, a Fidesz-KDNP jelöltje gyűjtötte össze a szavazatokat. Ő így már hivatalosan is a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 4-es számú választókerület képviselőjelöltje. Mindössze 3 óra alatt 1262 támogatói aláírás gyűjtött. Országosan is elmondhatjuk, hogy dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő elsők között kapta meg azt a bizalmat a választópolgároktól, amely feljogosítja őt az országgyűlési képviselőválasztáson való indulásra. Nyilván ez egy folyamat, és ez az első állomása volt. Én arra kérném a lakosságot, hogy támogassa a jövőben is Tilki Attilát és a Fidesz-KDNP-t, hiszen tudjuk azt, hogy az az autópálya, amelyen épp a Kölcsei tévés tábla is lejött hozzánk, az a számtalan munkahely a térségben, amely megvalósult, és amely elsődleges munkahely. Az a számtalan topos pályázat és azon pályázati források, amelyek az elmúlt időszakban ide ebbe a térségbe, Szatmárba, Meregbe és a Felső-Szabolcsba ideérkeztek, ez mindenképpen a helyi országgyűlési képviselőknek, kiemelten térségünkben dr. Tilki Attila országgyűlési képviselőnek, valamint a teljes politikai stábnak köszönhető. Az aláírásgyűjtés első napján a Fidesz-KDNP minden képviselő jelöltje összegyűjtötte az elegendő aláírás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Így az egyes számú választókerületben Szabó Tünde, a kettesben Vinnai Győző, a hármasban Seszták Miklós, a négyesben Tilki Attila, az ötösben Kovács Sándor, a hatos számú választókerületben pedig Simon Miklós hivatalosan is országgyűlési képviselőjelölt.